Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Önök az Ajkai Tükör című műsorunkat látják február 19-én hétfőn. Néhány hete megkezdődött a Tósokberéndi kerékpárút kivitelezése, amely várhatóan szeptember közepéig tart. Mind az autósok, a távolsági buszok vezetői, mind a kerékpárosok biztonságát nagyban meghatározó kerékpárútnak örülnek a térség lakosai. A Devecsert Ajkával összekötő úton naponta járművek ezrei haladnak át, a kerékpáros forgalom is jelentős. Az építési területen február 16-án bejárást tartottak, amelyen részt vett Dorner László alpolgármester, Pávlic Péter az önkormányzat városépítési és fejlesztési irodájának munkatársa, aki a kerékpárutak és parkolók építésének szakembere, már a 2016-os tervezésnél is részt vett, most ő felel a végrehajtásért, valamint a Tósokberéndért Egyesület képviseletében Csendesné Bosics Éva. A beruházás érinti Ríder András önkormányzati képviselő területét is, aki aktívan részt vesz a kivitelezésben, sok észrevételt, javaslatot tesz, amelyeket beépítenek a következőkben. A bejárást követően sajtótájékoztatón számoltak be a tapasztalatokról. A kerékpárút fejlesztés szempontjából ismét egy nagyon fontos mérföldkőhöz érkezett, hiszen az elmúlt hetekben elkezdődött a Tósokberéndi kerékpárút kivitelezése. Ez egy Európai Uniós pályázat. Hogy mi célból tartottuk szükségesnek a mai bejárást és sajtótájékoztatót megmondani, arra egyetlen mondatba tudok válaszolni. Műszakilag egy igen bonyolult beruházásról van szó, és ennek következtében nyilván nagyon sok kérdés merült fel a beruházás kivitelezés területén a területét azoktól a lakóktól, akik érintik ezt a területet. A 300 millió forintos Európai Unió által finanszírozott beruházás mentén nő a házak értéke, és a biztonság miatt, mivel többen közlekednek kerékpárral gépkocsi helyett, így kisebb lesz a környezeti terhelés is. A tervezési munkákat az elejétől fogva kísértem végig. Gyakorlatilag az igény az már jóval korábban megfogalmazódott a fejlesztéssel kapcsolatban, mint ahogy most a kivitelezés megtörténik. A konkrét tervezési munkától 2016-ban kezdődtek, ekkor már a kerékpáros hálózati terv foglalkozott a nyomvonallal, hiszen a cél az, hogy a legforgalmasabb városi útvonalak mellett legyen alternatív közlekedési útvonal is. Gyakorlatilag a most Ajka-Devecser összekötő út mellett állunk, ez a város egyik legforgalmasabb közútja, és cél az, hogy a közúti forgalom mellett az élhető város szempontjai szerint a többi közlekedési módot is támogassuk. Gyakorlatilag ez egy olyan összetett beruházás megvalósítása, ahol meg kellett oldani közel másfél kilométer kerékpárút kiépítését egy meglévő épített környezetben, ahol mind a szintkülönbségek, mind pedig a meglévő szabályozási szélességek nehezítik a kialakítást. A kerékpárút főbb kialakítására jellemző, hogy végig követi azt az oldalt, ahol a belvárosból elindul, tehát a Ajkáról Devecser felé haladó irány szerint a jobb oldalon halad végig a kerékpárút. Többféle létesítmény típusban, valahol egyesített gyalog és kerékpárút készül, valahol pedig önálló kerékpárút. A városrész közlekedési hiányosságait igyekszik kezelni a terv. Itt a legfőbb kiemelendő tényező az a főút egyik és másik oldalán lévő lakóterületek összekötése gyalogátkelő helyekkel, ami régi igény. Gyakorlatilag a közlekedési létesítmények csapadékvízelvezetését is kezeli, illetve közlekedés biztonsági szempontokat és uniós pályázati célokat figyelembe véve került kialakításra a szűkös támogatási környezetben. A beruházás Ajkaváros önkormányzatával és a Magyar Közúttal közösen zajlik. A beruházó a közbeszerzési pályázaton nyertes SL-BAU. Az építkezés során az elhalt növényeket kivágják és visszapótolják. Szeretném megköszönni a polgármester úrnak, hogy ezen a bejáráson részt vett, és hálásan köszönöm, hogy erre meghívtak, illetve Pávlic Péter úrnak is, hogy ilyen
komoly szakmai munkát fejtít ki. Mint ahogy elhangzott, 2016-ban indult már ez a projekt. Folyamatosan szorgalmaztam ennek megvalósulását, és hál' Isten most mondhatom azt, hogy révbe értünk, és egy olyan beruházás valósult meg, ami az iskola és az óvoda mellett mondhatni azt, hogy hát a 2000-es évek elén utoljára a csatornázás idejében történt meg. Egy olyan komfort növelő és tulajdonképpen az emberek minden nap életét segítő beruházás valósult meg, ami párját ritkítja itt a településen. Évek óta szorgalmaztuk egyébként ennek a megvalósulását a vizelvezetős rendszerrel kapcsolatban is, és hogy itt elhangzott a mellettem lévő Pávlic Péter úr szavaiból, itt tulajdonképpen nem csak a kerékpárút kiépítése valósult meg, hanem mellette rengeteg minden más is. A csapadékvizelvezetés, a járdafelújítás megtörtént, részleges aszfaltfelújítás fog megtörténni egyébként az úton, illetve az ivóvíz vezeték felújítása is bizonyos esetekben, illetve a villamos hálózatnak a felújítása, a kiváltása is megtörténik ezzel a projekttel kapcsolatban. Több olyan felvetés is történt egyébként a mai nap folyamán, mindhármunk részéről, ami reményeim szerint, hogy majd segíti az itt lakóknak a még komfortosabb életét. Többek között egyébként itt vagyunk a templom mellett, itt javasoltuk is egyébként, hogy miután megtörténik ennek a területnek a rendberakása, itt egy parkolót is ki tudjunk majd alakítani, ami fontos lenne egyébként a közösségi élet, a közösségi ház szempontjából, a templomba járás szempontjából, illetve a lakóknak a parkolását is meg tudná oldani. Én még egyszer nagyon szépen köszönöm Ajka város önkormányzatának, hogy lehetővé tette, hogy ez a beruházás révbe érjen, megvalósuljon, és külön köszönöm egyébként a lakóknak is azt, hogy ilyen türelmesen állnak az egészhez. Köszönöm a javaslataikat, köszönöm azt, hogy jelzik a problémáikat és segítik a munkánkat. Én azt kérem a lakóktól, hogy ugyanezt tegyék meg egészen a projekt megvalósulásáig, és nagy tisztelettel szeretnénk kérni a türelmüket. Tudni kell azt, hogy ez a beruházás ez egészen szeptember elejéig, szeptember közepéig tart, legalábbis a tervezés szerint. Ha a munkálatok megkívánják, részleges útzára is számíthatnak a közlekedők. Előreláthatólag jelzőlámpás forgalomirányítás előbb-utóbb mindenképp be kell vezetni. Információim szerint egyébként akár már jövő héten ez várható. Én szeretnék azért itt alternatívákat javasolni, Tálas utca, az új rész egyébként, ahol szintén megközelíthető a város, illetve Juharsó, Széchenyi utca. Tehát ezt a két alternatívát javaslom, és akkor tehermentesíteni lehetne ezt a részt, illetve hát azért kulturált normális közlekedési feltételeket lehetne kialakítani. A benevezett 8 csapatból 6 dobogós helyen végzett a Civil Fórum Padrakútért Egyesület által második alkalommal megrendezett kolbásztöltő versenyen, amelyet február 17-én tartottak a Padrakúti Művelődési Ház udvarán. Igazából a hagyományőrző tevékenységként tavaly évben döntöttük el, hogy nem disznót vágunk, meg ehhez hasonló disznóságokat és finomságokat készítünk, hanem egy hagyományőrző céllal kolbásztöltő versenyt hirdettünk meg. Tavaly is nagyon sikeres volt, az idén is úgy néz ki, hogy 8 csapat jelentkezett, plusz még a közösség felé ilyen népkonyha címmel lesz kolbásztöltés. A versenyre a nyugdíjas baráti kör, a padragi bányász hagyományőrzőkör, a Retro Klub, a Csékúti Hegyért Egyesület, valamint a Civil Fórum Padrakútért Egyesület nevezett be. Az Egyesület biztosította az alapanyag részt, egy 5 kg kolbászhúst, a többi, ami kell a kolbásztöltés, ez a fűszerektől, a béltől elkezdve azt a csapatoknak kellett biztosítani. A zsűriben minden csapatból egy tag foglalt helyet, aki 1-től 5-ig adhatott pontot a kolbászra. A megosztott első helyezést a Golden Girls, a nyugdíjas baráti kör női csapata és a Csékúti Hegyért Egyesület érdemelte ki 29 ponttal. Második lett a szőrös csapat, a nyugdíjas baráti kör férfi csapata, valamint a bányász hagyományőrzők, a padragi bányász hagyományőrzőkör 28 ponttal. A harmadik helyen a Retro Klub második csapat és Civil Fórum Padrakútért Egyesület végzett 26 ponttal. A helyezettek oklevelet és egy üvegbort kaptak. Az Ajkai Gimnázium, Technikum, Szakképzőiskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium Bánki Donát Intézményegység 12. G-osztályának 16 tanulója kapta meg a középiskolás évek végét jelképező szalagot február 16-án. Mivel az idei tanévben egy végzős osztálytól búcsúzik az intézmény,
ezért az ünnepséget teljes egészében a Bánki iskola aulájában rendezték meg. Csizmazia Csaba intézményegységvezető köszöntötte a vendégeket, a díszvendégeket, dr. Horváth József alpolgármestert és Grósz István lelkészt, a fenntartó hídgyülekezete országos vezetőségének tagját, a megjelent végzősöket, szülőket, hozzátartozókat és barátokat, majd egyedi hangvételű beszédében felidézte az elmúlt évek emlékezetesebb pillanatait. Kedves végzős 12. évszak! Végig gondoltam pályafutásotokat itt a Bánkiban. Hát nem vagytok egy egyszerűs. 2010-ben 10 fiú és 8 lányon indult neki az osztály. Aztán hirtelen lettetek 20-an, aztán folytatok különböző okok miatt, lástam. Utána meg megnőtt az átlag magasságotok a zsákékek átigazolásával, mondjuk ezzel jól járt a kosárcsapat is. És végére nagyon karcsú 16 fős létszám alakult ki. Osztályfőnökötök Paksondán tanárul megedződött a 4 év alatt miattatok, és néhány hajszállal keresett neki is. És képzeljétek el, mennyi nyomot hagytatok azokban a tanárokban, akikkel napról napra együtt voltatok. Köszönöm Milánnak és az osztályban tanító kollégáknak, hogy eljutottunk idáig. Nehéz kamaszok voltatok. Néhányan még most is azok. Aztán volt, hogy a matek miatt kemény szavakkal próbáltalak benneteket a tanulásra ösztönözni azzal, hogy nem kötelező a bánkiba járni. Most örömmel nyugtázom, hogy egy diák kivételével igenis mindenki akart a bánkiba járni, és eljutott az érettségi kapujáig. Ebben a tanévben sokszor találkoztunk, és rá sem ismertem a csapatra. Örömmel mentem hozzátok órát tartani, mert érdeklődővé váltatok, figyeltetek. Azt hittem betegek vagytok. De nem, felnőttetek. És meg kell állapítanom, hogy ti egy iziglévi sportosztály vagytok. És ez jó. 14-en jelentkeztetek testnevelőből érettségére, ebből ketten emelt szinten. Nagyon sokan tovább szeretnének tanulni ezen a vonalon, remélem sikerrel. A korábbi hagyományokat követve először az iskola vezetősége kapta meg a szalagot a diákoktól, majd Szaniszló Balázs, 10. G-osztályos tanuló, Szabó Magda egyik írásából mondott részletet. Az alsóbb évesek nevében Patasics Dóra, 11. G-osztályos tanuló köszönt el a végzősöktől, majd Tóth Izabella, 11. G-osztályos diák énekét hallhatták a résztvevők. Paksa Milán osztályfőnök után a diákokat népszerint szólították, akik érdemeik és versenyeredményeik felsorolása mellett kapták meg a végzősöknek járó bánki szalagot. Baracska Alexa a sportosztály nevében felidézte az elmúlt 4 év alatt átélt élményeket, felejthetetlen emlékeket, és kíván diáktársainak sikeres vizsgákat. Ahogy visszatekintek a 4 évre, sok emlék jut eszembe.
Az egyik legemlékezetesebb pillanat az első gócsajázásunk, ahová a mentő is hivatalos volt az első fél óra után. 10. osztályban visszatértünk a rendes kerékvágásba, az első elmaradt első sebetót is sikerült bepótolnunk. Első osztály kirándulásunkra is elmerésztettünk, ahol egy nagyon távoli kihívásokban, meglepetésekben gazdag helyszínre tévedtünk, a Somlóra. A további években is nagyot alkottunk, sportosztály lévén az iskolában is a rekordokra törekedtünk. De sajnos a tanulmányi átlag javítása helyett többnyire az igazolatlan órák és késések iskolai rekordját tudtuk megdönteni. Az igazgató úr sokszor volt vendég az osztályban egy-egy elbeszélgetésre. Azért van, amiben dobogós helyre kerültünk. Ugyanis iskolán történetében mi vagyunk a másodikon álló sportosztály. Ennek ellenére, vagy pontosan ennek hatására nagyon összetartó osztályközösség lettünk, mint komoly dolgokban, mint a komoly tanulókban. A tanulni való mellett például mindannyian tudjuk, hogyan kell egymásnak falazni. A sportolói mentalitás, a küzdőszellem évközben is meglátszott az osztályon. A félévi egyeseket ugyanis évvégére mindenki sikeresen kijavította, és felküzdötte magát a minimum szintre. Kiderült néhányunknak, hogy lehetetlennek tűnő helyzetből is fel lehet állni. Az évek alatt megtanultunk egymásért küzdeni, mindegyikünknek egy a célja. Tudjuk, hogy az időnk nagyon kevés, nehéz hónapok állnak előttünk, de tudom, hogy sikeresen teljesítjük a vizsgákat. Köszönjük tanárainknak, szüleinknek azt a sok támogatást, felkészítést, amit tőlük kaptunk. A hátralévő időszakhoz kívánok magunknak kitartást, kicsit több szorgalmat, sikeres vizsgát, de kívánok még sok nevetést, sok felejthetetlen pillanatot. A szalagavató ünnepség ezt követően a végzős osztály pillanatképeit bemutató videóvetítéssel folytatódott, majd a rendezvény a hagyományos bállal zárult. Ismét alkalmasító akcióval vár az Ajkai Plazma Center, hol akár 100.000 forintot is összegyűjthetsz csupán 4 plazmaadással. Minden plazmaadásodra minimum 10.000 forint jár. Rendszeres plazmaadóként pedig ennél többet is szerezhetsz. Ha felkeltettük érdeklődésedet, keresd minket az alábbi elérhetőségeinken. Ennyi idő után visszamenni dolgozni. Persze, hogy félek. Gondolj csak a reggelekre, őrület lesz. Nem akarok nektek csalódást okozni. Otthon maradt. Sajnálom. Anya. Hogy fogom összetartani ezt a családot? Majd együtt megoldjuk. Te, meg én, meg a családunk. A húgod is tud segíteni. Számíthatsz ránk. Ne félj a nagy lépésektől. A Magenta egy rugalmasan alakítható digitális kelléktára segít, hogy igazi csapatként álljon mögötted a család. Végre megteheted. Telekom. Köszöntöm a stúdióban Borzák Balarán Bélát,
és már is álljunk meg egy szóra. Így szokott kezdődni. Ugye? Borzák, Balarám. A Borzákot meg a Bélát értem, de a Balarám egy kicsit olyan keleties csengésű. Magyarázatot kérek. Én Borzák Béla néven születtem. Egy kis különlegessége, hogy otthon szülés volt. Én Sárpogárdon 1955-ben születtem, amikor még nem volt szülő otthon, tehát bába asszony járta a települést és vezette le a szüléseket. Az én születésem... Mint most a mozgóposta, ugye? Csak egy kicsit rossz hasonlók. Az én születésemnek nem túl ritka, de azért nem is gyakori, hogy ugye úgy indult a szülés, hogy a fejem már kint volt, a vállam fiú létemre megszorult, se kisebe, és közben nyakamon rakava volt tekeredve a köldögzsinór. Tehát én kötéllel a nyakamon születtem. Kicsit morbid a hasonlat, de ennek lehet valami jelentősége később? Hát nem lehet. Szimbolikus. Ugye, aki akasztva jön a világra, annak jó esélye van, hogy sokáig húzza. Igen, meg a foggal jön, így meg van, ilyesmit. Így van. Tehát a lényeg az, hogy Sárbogárdon Borzák Béla néven születtem, majd telt múlt az idő, és ilyen 30 éves koromon túl, mondhatni a 33 éves krisztusi kort követően, megismerkedtem olyan leendő ugye akkor barátokkal, akik a keleti filozófiák iránt érdeklődtek és gyakorolták, ami nekünk is megtetszett akkori első házasságomban, a feleségemmel, és ott egy lelkitanító mestertől kaptam ezt a Balarám utónevet, amit én annyira komolyan vettem, hogy anyakönyvesztettem. Tehát innen a Borzák Balarám Béla. Nem egy művész. Amivel, nem művésznév, amivel kapcsolatban volt annyi szerencsém, mert nagyon sokszor volt szerencsém az életem során, hogy az abban... Mivel kötél a nyakadon született. Például, ami abban az időben történt, amikor kezdték elővenni a régi családneveket. Magyarán máig is sokszor előfordul, hogy úgy gondolják, még akár hivatalos helyen is, hogy a Balarám is családnév. Tehát, hogy Borzák Balarám, ez egy családnév, és akkor a Béla meg az utónév. Nagyon ki szoktam javítani, hogy a Balarám az egy utónév, és akkor már igen. Jön a kérdés. Hát elsőre nem. És akkor jön a kérdés. Igen. A kérdés az, hogy mikor döbbentél rá, hogy te tulajdonképpen jász vagy, mert hogy ez a mai beszélgetésünknek az egyik lényege, hogy elmondom a kedves nézőnek, én is jász vagyok, tehát tulajdonképpen az hozott össze közelebb bennünket egymáshoz, mert régebbről ismertük egymást, és közben jött ez a jász öntudatra ébredés, főleg Bélánál, mert elég szép szakirodalmat is termelt ezzel kapcsolatban. Holott, mint említetted, Sárbogárdon születtél, tehát az kicsit úgy messze van a jászságtól, után lehet nézni esetleg, hogy igazat beszélek-e. De mind a ketten kötődünk valamiképpen ahhoz a földhöz. Honnan jött ez a dolog? Vagy mikor jött és miért? Inkább így kérdezem. Mikor én megszülettem 1955-ben, akkor nagyapám már 52-ben meghalt. Ő volt igazából jász, úgy mondták apátyi, ez jászapáti. A jászapáti elszármazott, illetve az ő felesége Antal Julianna, akivel én kisgyermekként éltem együtt, hiszen ő vigyázott ránk, míg a szüleink dolgoztak. Hát az Antal Julis, ő volt az Antal Julis, amire mindig azt szoktam mondani a nagyapám, mikor egy kicsit megemelte a hangot a nagyanyám, és akkor a nagyapám azt mondta, hogy Julis, már megint nagybetűvel beszélsz. Ezt mondjuk a családi almanakok őrzik, de nem... És náluk is még az volt a hagyomány, hogy a férj tegezte a feleségét, a feleség magázta a férjét. Ez volt a rend. Kár, hogy tehát én tudtam, hogy jász őseim vagy felmenőim vannak, de édesapám ezt nem ápolta, aki ugye genetikusan ekte jász volt, csak ő már a Dunántúlon gyerekeskedett és nőtt föl. Érdekes módon őt ez nem foglalkoztatta. Sajátos módon hárman vagyunk testvérek, akikre azt szokták mondani, hogy a legközelebbi rokonok, ugye genetikusan mi vagyunk legközelebb egymáshoz, a nővérem és a bátyám meg én. Engem érdekel ez a kérdés, őket nem. Tehát ezt nem tudni, bennem fölmerült ez az érdeklődés, természetesen ehhez kellett egy bizonyos életkor és élettapasztalat, hogy ez komolyan elinduljon, és olyan 40 éves korom körül kezdtem el ezzel mélyebben foglalkozni, és máig is ez a kedvenc időtöltésem. Most én gondolkodtam, mielőtt ez a beszélgetéshez meghívtalak, hogy a jászságban nem egy nagy durranás jásznak lenni, mert hát ott szinte mindenki jász. De mit jelent neked a jászság? Tehát, hogy jász identitásodat vallottad magad, például a legutóbbi népszámláláskor, azt hiszem 260 valahány társaddal együtt, 233. Bocsánat, 233.
Miért nem fontos ez sok embernek, hiszen van jászok egyesülete, vannak jászok máshol a világban szétszóródva, de akikről nem is tudjuk, hogy igazából jászok. Számít ez manapság? Ezelőtt egy kicsit én is tanástalan voltam, mikor megtudtam a népszámlálási adatokat. Én nagyon optimistán úgy gondoltam, máig is gondolom így, csak nem tudom igazolni, mert nem lehet megállapítani. Én olyan 20 ezer főre tenném a jászoknak a számát, akik a génjeikben elsősorban ugye genetikusan. Ez kimutatható lenne, annak idején Czeisel Endre is foglalkozott ugye sok mindennel, többek között a genetikai dolgokkal, és ő állította, hogy a jász vérvonal, nevezzük így, az genetikus, vagy genetikus is. Tehát ez nem olyan, elnézést, semmiképpen nem akarom megbántani Skita barátainkat. De azon meglepődtem, akik most börtönben ülnek részben. De azért meglepődtem, hogy jászok, akik évtizedek óta igen nagy hagyományőrzők, minden évben rendeznek jász világtalálkozót. Igen, nagyon sokat, világtalálkozó. Így van, nagyon sokat mozognak, vagy igyekeznek mozogni a közéletbe, főleg a kulturális területen, és ehhez képest 233-an vallottuk magunkat a népszámláláskor jásznak, miközben a Skita barátaink több mint 2000-en. Hát ez az ő dolguk. Az lehet, hogy politikai felhangokkal bír, míg a jászság annyira nem. Nem gondolod? Legalábbis a legutóbbi napok fejleményeit tekintve Skita egyesület próbálta a kormány hatalmát befolyásolni. Nem tudom. Az biztos, hogy a jászok büszkék, bár erre azt mondja az egyik szociológus, hogy ha a jászra azt mondjuk, hogy büszke, akkor nem tudjuk, hogy milyen a székely vagy a szász. Állítólag ők még büszkék. Ők rátartiak szerintem, de mondjuk ez... De hasonló náció a kún is. Sőt, hát ugye évszázadokon keresztül a kún és a jász kapcsolódás az megvolt, de ma is úgy van, hogy azért van az úgynevezett, hát most hívjuk jász kerületnek, hivatalosan ugye ilyen nincs, de ha megnézzük a jász nagypont Szolnok megye térképét, akkor azt látjuk, hogy az észak-észak-nyugati kiszögelés az a jászság, földrajzi értelemben, illetve ott van 18 olyan település, amit a jászok jász településnek tekintenek, miközben Pilis jászfalun is vannak jászok. Jász-Szentlászló, azt hiszem, az ott ilyen legeltetési terület? Vagy? Azt nem tudom, de például földön... ahol én Sárbogárdon születtem, annak van két szomszéd települése, Hantos és Nagylók. Ez arról híres, hogy oda is, hogy is nevezték, kirajzás. Kirajzottak. Időnként kirajzottak. Hát, hogy miért, pontosan meg nem mondom, de a jász nép, mondjuk így, hogy szapora volt. Tehát nem volt ritkaság 6-8-10 gyermek, és azok akár föl is nőtek. Tehát ha gyermek halandóság volt is, de azért számosan, és a jászoknál is nagy hagyománya volt annak, hogy a fiúgyermekek örökölték a földet, a lányok kaptak ugye statérumot, amikor házasságra léptek. Na most, ha kicsi volt a birtok, és több volt a fiú, hát akkor bizony nehéz volt elosztani akkora területekre, ami életképes lett volna. Van egy adalékom ehhez a gondolathoz, benne is biztos gondolatokat ébreszt, ha azt mondom, hogy redemció. Tehát igen, a jászok voltak annyira összetartóak és annyira öntudatosak annak idején, hogy visszavásárolták a földjeiket, amiket annak idején... Mátyás után került eladott, azt hiszem, nem is tudom, melyik lovagrend tulajdonába, tehát német lovagrendbe adóztak, és ugye ez a kunokat és jászokat is rendkívül bántotta, és 1745-ben született meg végül is Mária Terézia részéről az az oklevél, amit redemciónak, önmegváltásnak tekintenek. Ez egy horrorisztikus pénzösszeggel fizették ki. Én föl nem fogom, hogy az a 500 ezer forint. Szóval vannak, akik azt mondják, hogy ezek ilyen mai értelemben és mai magyar viszonylatban egy ilyen éves népgazdasági össztermék nagyságrendű összeg volt. Tehát ezt úgy tudták kifizetni, hogy hiteleket vettek föl, illetve nem titok, bár különösebben nem szokták ezt hirdetni, hogy azért a megváltók között számos nem jász család, nem jász ember is volt, és ezzel az önmegváltásba való részvétellel ezeket a személyeket redeptusoknak nevezik, akik meg nem azok az irredeptusok. Tehát a redeptusok
mai napig tekintélyt élveznek ennek a, hát most már lassan 300 éves. Ezek családok történek. Akkor? Személyek. Akik személyek. Tehát például én a elvégeztetett, tehát nem én végeztem, elvégeztettem családfogkutatást, 1668-ig talált okiratokat a családfogkutató, Borzák Gergely, az az ősünk, borzákoknak, ameddig visszalát az írott népszámlálás, vagy éppen anyakönyvezés, és őneki két fia is redemptus volt. Tehát akkor redemptusok leszármazottja, vagy mondta. Így van, így van. Tehát én is büszkékedhetnék azzal. Én nem szoktam ezzel büszkékedni, bár nem is szégyellem, viszont annyi jelentőséget tulajdonítok neki, hogyha fölmerül, mert ugye te is kérdezted, hogy hát honnan gondolom én, vagy milyen alapon veszem én magamat jászok közé, vagy jásznak, hát ebben benne van az is, hogy a kutakodásaim során, meg ahogy van az általános mondás, hogy mindenki magából indul ki, tehát figyelgettem ugye az én viselkedésemet, reakcióimat hosszú távon, évtizedek során, akár tanulmányokban, akár családi életben, házasságban, szülőkhöz való viszony, lakhelyváltoztatás, stb. Hát meg kell mondjam, ugye vagyok most 69 éves, és a 25. helyen lakom. Tehát ez egy kicsit azért... Gombózból is sokat szoktam. Kicsit azért mozgalmasnak tűnik, miközben én azt mondom, hogy a változás, hogyha jól viszonyulunk hozzá, és ez most a ajkai közönségnek is szánom, hogy mozogni, mozdulni kell, de ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy bármi áron a szülőföldünket, vidékünket elhagyni, mert van egy ilyen, mert azért az én kutakodásaimnak a nem végkifejlete, hanem fontos része ugye a lelkiség, a lelki élet, stb. És akkor ott van egy ilyen mondás, hogy nem kell az embernek sehova messze menni, elég ezt a 30 centit megtenni a szívétől az agyáig, vagy az eszéig. Igen, hát ez most ajkán... És ha ez sikerül, akkor jól érzik magukat az emberek. Ajkán szinte beszédtéma most ez az elvágyódás, elvándorlás, máshol keressük a szerencsénket, mondja az egyik oldal. A másik meg az, hogy de hát föl kéne fedezni az itteni értékeket, mert igenis vannak, tehát korosztálytól függetlenül mindenki megtalálhatja a saját boldogulásának lehetőségét, vagy szórakozásának lehetőségeit, munkalehetőségeket, tanulni tud. De mégis befészke az ember agyába valami magát, hogy hát el kéne innen menni, mert máshol lehet, hogy jobb. Na most, ha megérkezik oda máshová, akkor lehet, hogy kicsit átverve érzi magát, hogy hát itt meg más kihívások vannak, amikkel nem igazán jó szembenézni. Én ezt a sok költözést nem erényként tüntetem föl, hanem azt érzékeltem, tapasztaltam meg, hogy ahányszor az ember munkahelyet vált, lakóhelyet vált, annyiszor új környezetbe, új kihívások elé áll, és mindig alkalmazkodni kell. Ha nem tudok alkalmazkodni, akkor kivet az a lakóközösség, kivet a munkahely, és a többi, és a többi. Tehát magyarán a változásnak annak van fontos szerepe, és tényleg éppen csak érintőlegesen pendítetted meg, hogy ugye van egy jelentős írásosságom is, amiben többek között vannak úgynevezett én mesének, hívom jász meséknek. Ebben például az egyik ilyen elől szereplő mese a levéljáró. A levéljáró ugye arról ismerszik meg, hogy úgy lépked a vízen, hogy a vízi levelek egyikről a másikra lép, és mi is, mikor mozgunk életünk során, akkor lévén, hogy két lábunk van, ha egy lábon megállunk egy levélen, az elsüllyed, tehát mozdulni kell, de oly módon kell mozdulni, hogy egyik lábunk az egyik levélen, a másik levélen, tehát kell, hogy legyen egy biztos támasz. Igen. A múlt, a hagyomány, és kell egy biztató jövő, de az is akkor fog megtartani bennünket, hogyha az egy nem egy vágyálom, nem egy illúzió, hanem egy realitás. És az én a jász őstörténet és ősbölcselet kutatás során jutottam arra, hogy igen, nagyon sok olyan bölcseleti elem van a jász ősiségbe, ami nem jász specifikus, hanem emberekre vonatkozó általános igazságok általános. És már mások is felismerték előtted, hogy kockáztatom. Tehát ez is mutatja az időtállóságát ennek a gondolatnak. Egyébként jó helyen beszélgetünk, most gondoltam arra, hogy hát Ajkán egyes források szerint a bányászat hőskorában több mint 1400 településről jöttek ide
dolgozni bányászok. Tehát ez a vándorlás, hívás benne van, hogy úgy mondjam, itt a levegőben, viszont nyilván ideje megállapodni is valamikor, tehát nem, már túl vagyunk a népvándorlás korán, jól emlékszem, és ezért meg kell fontolnunk, ha jól értem, amit mondasz, hogy milyen hívásoknak engedelmeskedünk, és inkább a helyi értékeket kell jobban, mert úgy bennünk levő értékeket felfedezni, megtenni az utat a fejtől a szívig, vagy a szívtől a fejig, és akkor tudunk igazán helyes döntéseket hozni. De az előbb ugye arról beszéltünk, hogy régebbi, úgymond ősi gyökere is vannak ezeknek a gondolatoknak, és ezek sem hagytak érintetlenül téged. Egészen eljutottál odáig, hogy a vallásokat bizonyos szempontok szerint csoportosítsd, ami újszerűnek hat, számomra legalábbis. Erről mondanál valamit? Visszafele görgetve az időt, azt tudjuk, hogy a jászok durván a 13. századba kerültek a Kárpát-medencébe. Most különösebben nem részletezném, hogy hogyan, miképp, stb. De az biztos, hogy amikor a török elfoglalta ugye a Duna-Tisza közét, akkor az ottani lakosság fölhúzódott a északi középhegységbe, most földrajzi tájegység szerint. Valami folytán a török oda nem nagyon akart menni. Ő jól el volt itt ezen a, ahol azt hiszem őtőlük ered az a kifejezés, hogy zabrálás. Ez valamilyen adóforma. Nekem szláv eredetűnek tűnik. Na mindegy, tehát lényeg az, hogy megadóztatták a népeket, meg hát egyéb problémák is voltak, és a nép jelentős része, tehát az Alföld majdhogy nem kiürült. És fölhúzódtak ugye északra. Ennél fogva nyilván a jász ősöknek is lett biológiai, fiziológiai, mindenféle kapcsolata, például a palócokkal, meg hát nyilván a magyarokkal is. Tehát a jászokra voltak hatással ugye a palócok. Természetszerűleg voltak hatással a magyarok. Együtt éltek több századon át ugye kunokkal, ma is ugye szomszéd népek, és keveredések is vannak, nem csak családonként, hanem lakó települ. Tehát mondtam, hogy 18 jász egy megyében laknak, ugye most közigazgatásilag. És mégis van, amikor felvonulnak a jász világtalálkozón, akkor 37 település táblája van fölvonultatva a 18-al szembe. Köztük Cleveland. Ja. Az nincs. De például Hantos és Kislók. Újregen is sok jász leszármazott. Na és ugye, ha megyünk visszafele, és kezdjük levetni a magyarságot, a palótságot, a kunságot, aztán sok történelmi írás foglalkozik a alán jász kapcsolattal, van, akik azonosítják a kettőt, többször hivatalos iratokban úgy szerint, hogy jász alán. Például én csináltattam egy hagyományőrző kaftánt, ami egy 8. időszámítás szerinti 8. századi sírleletből került elő, és úgy apostrofálja a múzeológia, hogy jász alán kaftán. Ez az Alánia ugye valahol Perzsia környékén van, ma oda tennénk a helyét. Hát, hogy hol van az Alánia, én nem tudnám megmondani. Hát alán törzsek éltek arra. Zavaró fel. Körülmény, hogy nemrég küldött egy kedves barátom egy ilyen filmet, hogy a magyarországi Alánia. Tehát a mai jászságot mutatták. Most nem menjünk be, hogy hát, ha előbb itt voltak a jászok, mint nem. Honfoglalás történt. Amikor azt mondtad, hogy Alánia, akkor ezt én nem tudom igazából pontosan helyre hova tenni. Igen, főleg nem Alemánia, de ez már... De egy a lényeg, hogy ugye levesszük ezeket a különböző hatásokat, és akkor tudunk eljutni a jászhoz. És ezt a régi jász, akik részesei voltak a hun vonulásoknak, a szkíta vonulásoknak, a szarmata vonulásoknak, mert ezek mind kevert népek voltak. Nyilván. Nem ekte tiszta nép volt. Nem volt határellenőrzés, hát abban számtalan törzs, nemzetség, stb. És odáig jutottam, hogy a jellemvonások, a történelmi hagyományok, a tapasztalatok Baktriába vezettek. Ez a Baktria, ez mai Észak-Afganisztán, üzbék-türkmén határvidék. Ez egy jobb. Ez egy történelmi terület, amit úgy nevez az őstörténet kutatás, hogy BMAC, Baktria Margiana Archeológiai Komplex. Tehát ez ma már a Karakum-sivatag ez a terület. Adódik abból, hogy sivatag, ez körülbelül úgy néz ki, hogy mindent betepett a homok. Most amíg a Szovjetunió fennállt, addig ezek a déli államok nem nagy függetlenséget kaptak, viszont a független államok közössége idején, most már ugye több mint 30 éve,
Nagyon intenzív régészet indult el ezen a vidéken. Mondhatni, kiásták a homokból azokat a 5-6-7 ezer éves városállamokat, amik olyan szinten voltak, mint akár a Mezopotámia, Sumér, Egyiptom, ha nem idősebb, ha nem fejlettebb, de hát ez részletkérdés, most nem erről akarunk, hanem nem is ez volt a kérdésed tárgya. Tehát amikor eljutottam én odáig, hogy Baktria, akkor földrajzilag én láttam, hogy ez hol van. Ugye én műszaki ember vagyok, építészmérnöknek tanultam, dolgozom mai is nyugdíjasként, tehát úgy el tudom helyezni azt, hogy ha van egy földrajzi tájegység, és őneki vannak szomszédságai, akkor a szomszédsága biztos volt valami fajta kapcsolat. Igen. És valószínűleg nem feltétlenül a hindukus hegységre tolult fel az érdeklődés, hanem inkább a Turán-alföldre. Hát ugye az őseink, ahogy a magyar ősök is, de a jász ősök biztosan, nagy állattartó nomádok voltak. Tehát lovat, marhát tartottak leginkább, és abból fedezték a megélhetésüket. Most ez a baktriai terület, ez a hindukus lábánál van, az északi lábánál, és kifut a Turán-alföldre. Az 5-6 ezer évvel ezelőtt ez egy dús legelőjű vidék volt, ahol nyugodtan lehetett ugye nagy állattartással foglalkozni. De volt még egy érdekes dolog, hogy Baktriának szoros kapcsolata volt az úgynevezett Indus-völgyi kultúrával. Ez leginkább Harappával és Mohenjo-Daroval fémjelzett. A közbeszéd sokszor úgy szoktam, hogy Harappa civilizáció. Az egy nagyon érdekes vidék, mert a legújabb kutatások megállapították, hogy mondjuk 6000 évvel ezelőtt ezen az Indus-völgyi vidéken nem építettek templomot, nem voltak paloták, nem tapasztalnak, nem találnak hadi eseményekre vagy fegyverekre utaló jeleket, nyomokat. Tehát mintha ez a béke szigete vagy béke völgye lett volna ez az Indus völgy, amelynél tudjuk, hogy ő nekik elég fejlett volt a fém megmunkálás is, de az ő vidékükön nem volt ón. Réz volt, de ón nem volt. Viszont Baktriában volt ón. És kimutatott, hogy a baktriai ónt vitték az Indus-völgyi rézhez, és így lettek az ón-bronz termékek. Igen. Tehát kimutatható, hogy onnan ásványokat vittek oda. Na most, ha ásványokat visznek onnan ide, az más kapcsolatokat is feltételez. Mozgás van, emberek mozgása van, akkor természetszerűleg szellemiségben is van mozgás, és az általam jász ősiségnek gondolt területen is hasonlóan egy ilyen békeszigete volt. Tehát nem kilkolázták egymást a népek, mint akár manapság, vagy az elmúlt évezredek már során sokszor. Évben, igen. De most, ha ránézek erre a baktriai vidékre, akkor azt látom, hogy az Indus völgyig van egy tájegység, erre mi felénk, Európa felé, az Indus völgyön túl van ez az indiai szubkontinens, illetve van még egy markáns határvidék, ez a Himalája. Tehát a Himalája ugye az egy földgyűrődés, egy magas hegylánc, és annak a, mondjuk így a nyugati szélén van, majdnem így észak-déli irányba kicsit ferdén az Indus völgy. Tehát mintha ez a hegylánc és a völgy, ez a Indus völgy, elválasztana három részre területet földrajzilag. Az Indus völgy mögötti kultúrát, amit leginkább hindunak szoktak mondani, hát ez a Szindu szóból ered, ami Szindu volt az Indusnak az egykori neve, csak most nem is tudom, talán a muzulmánok nem tudtak sziszegő hangokat, abból lett a Szinduból lett a Hindu, és akkor akik a Induson túl voltak, az mint Hindu. Mindegy, hogy ez milyen vallású volt. A Himalájától fölfele ez a Kína, Mongólia, szibériai terület, itt pedig azt tapasztalható, hogy mai napig is egyfajta természetvallások, természetközpontú, tehát ha megnézzük a Taót, de akár megnézzük a Sintó vallást ugye Japánban, Japán. A mongoloknak a sámánisztikus vallásait. Ezek a természetközpontúság és a sámáni megközelítés volt. A indiai szubkontinens, mondhatni azt, én legalábbis így fogalmazom, hogy ilyen istenközpontú volt. Tehát első volt, akit imádtak. Az volt az első. Ehhez képest az Indus völgytől és az Himalája vonalától, mondjuk így nyugati irányba, ránézünk a tévek, hogy a balra, ezt én úgy fogalmazom, hogy emberközpontú. Tehát első helyre került az ember. Meg az embernek fia. Meg
Megembernek fia, mondhatni azt, most nyilván lehetne beszélni a Zoroaszter vallásról, a Mani próféta képviselte, igen, már, most ezt mellőzzük. Már keresztény beütésű, tehát lehetne, de igazából úgy mondhatjuk, hogy az ábrahámita szemléletmód. Ugye ábrahámitának nevezik az Ábrahámról származtatott, ugye két irány nyílt, ugye indultak a zsidók meg az arabok, tehát van a judaizmus, az iszlám és a judaizmusból nőtt a kereszténység. Tehát, ha megnézzük ezt a három nagy területet, akkor azt mondhatjuk, hogy a mi vidékünk, tehát mondjuk akár a Kárpát-medence is, meg eleve az Industól az Atlanti-óceánig, ez ilyen emberközpontú szemléletmód, legyen az bármelyik felekezetnek a tagja, érdekes módon tulajdonképpen az arabok, meg a zsidók rokonok, unokatestvérek. És mégis századok óta ölik egymást. Nagyjából értik is egymás nyelvét egyébként. Tehát ezt a hármasságot tapasztaltam, ami egy kicsit négyesség, mert ugye elesett szó még a buddhizmusról, ami ugye se nem hindú, se nem keresztény, se nem természetvallás, elnézést az összes buddhistától, de egyfajta ilyen istentelen, tehát személytelen alapon induló, végtelen, számomra a buddhizmus az körülbelül úgy jellemezhető, hogy jámborság. Tehát egy ilyen... Törekvés ugye a tökéletességre. Békesség jámborság. Igen. Tehát nem a harcoskodás, nem az erőszakosság, nem a térítés, mert ugye ez is egy fontos dolog, hogy például a hindu vonal az egy nem térítő vallás, míg a ábrahámita vallások ezek térítő vallások. Hát ezt láthattuk a gyarmatosítás is erre alapult, ugye, meg a kolonializmus. Így van. Annak idején. Hát ez ugyanaz. No, tehát ennek a hármasságnak a, szinte a csomópontja volt ez a baktriai vidék, ahova én teszem a jász ősiséget, és nem túl régóta van egy nagyon érdekes gondolat, amit a Magyarságkutató Intézet ugye erősen végzik, folytatják és bizonyító erejűnek tekintik, vélhetően tudományosabban az is, az archeogenetika. Ezeken az alapokon, tehát az archeogenetika... Ezek szerint Krisztus magyar volt? Azt én vagy nem, túl nagy ugrás? Azt én nem tudom, nem, csak én ezt azért hozom föl, ugye az archeogenetikát, mert az ő vizsgálatai az Árpád-háznak a forrásvidékét baktériába teszik. Tehát mindaddig, amíg ugye az ős magyarság az... Ha megnézzük a térképen, a Tarim-medence, ez ugye mongol-kínai szomszédság, Tarim-medencéből indítják, és szinte egyenesen, majdnem ugyanazon a szélességgel fogó, jön végig, ugye aztán jött az Etelköz, és a többi, és a Kárpát-medence. Igen, de magát az Árpád-házat a Magyarságkutató Intézet baktriába teszi, mint forrásvidék. Egyre izgalmasabb dolgokat mondasz. Lehet, hogy én is egy árpádházi leszármazott vagyok. Én nem gondolom, és nem is akarok ez irányba fantáziálni. De hogyha már ugye maradtunk, elindultunk ugye a jász vonalról, aztán eljutottunk ide a felosztásokig, azt a magyar rege világ, ugye a csodaszarvas rege is elmondja, ugye, hogy a Hunor Magor a Meotis mocsarába vadászott. És abban az időben, mikor a magyar ősök megállító, hogy a húnősök is ugye ott jártak, akkor ott az alán uralkodó, Dúl volt az uralkodó, akinek a két lánya, két alán hercegnő volt az, akit elragadott Hunor és Magor, és ugye a monda szerint ők voltak a mi őseink, mai magyaroknak. Szerintem ezt ne is bizonyítassuk tovább, mert még a végén sok támadás fog érni bennünket. Ugorunk kicsit a jelenbe, mert elég régóta beszélgettünk, bár lehet, hogy sokan izgalommal hallgatják, sőt, remélem. Most mivel foglalkozol? Úgy tudom, vannak ebben napi küzdelmek is, tehát például ne kerülgessük a kását, a jászok egyesülete nem igazán kapkod a te elgondolásaid után. Így van. Pedig ilyen létezik. Igaz, hogy Budapesten van, de hát a jásztól, attól még jász. Fricskázhatnám őket, de nekem a halálom az, amit a napi politikában gyakran tapasztalunk. Ma reggel is egy hírműsort vagy egy beszélgetést néztem, és fölmerül az egyik oldalról egy kritika, és a másik oldal az nem a kritikára reagál, hanem fölhozza, de te, ti. Ez a óvodás tempó. Igen. Na most a Jászok Egyesülete
nagyon dicséretes és nagyon komoly, szép munkát végez, de fölvethetném azt, hogy több mint 600 tagja van a Jászok Egyesületének. Hogy csak 233-an vallottuk munkat. Igen, ez egy nem kritika. Kicsit aljas kérdés. Nem kritika, nem vidám. De nagyon találó szerintem. De most mit mondjak? Tehát egy a lényeg, hogy attól, hogy én több mint 10 éve, hát nem tudok jobb szót, pedig kellettem magamat. És nem úgy kellettem magamat, hogy én itt most térítő tevékenységet folytatnék, hogy van ilyen eredményeidet. Is. Van ilyen is. Ami lehet, hogy kitaláció, lehet, hogy mese, lehet, hogy hipotézis, lehet, hogy egy fölvetés, de beszéljük de róla. Foglalkozik kell vele. Róla. Jobb erről beszélni, mint a napi politikáról szerintem. Tehát... Hoznék egy másik példát, ami kicsit személyesen érint, hogy tudom, hogy megpróbáltad, sőt megpróbáltuk a legutóbbi Jászok világtalálkozóján, ami Jász Dózsán volt az én szülőfalunkban, egy picike performanszal felhívni a figyelmet erre a féle gondolatiságra, amit képviselsz. Rékasi Károllyal megegyeztünk, hogy akár elolvassa az egyik mesét, ami nem egy időtrabló dolog, bárhová. Ő vállalkozott rá. És vállalkozott is rá, azért mondtam, hogy megegyeztünk. És a helyi szervezők azt mondták, hogy ezt nem, ez. Inkább egy karikás ostort kiállítunk. Nem, a helyi szervezők azt mondták, hogy a program már betelt. Betelt. Tehát nem volt az a 20 perc, ami párhuzamosan, vagy egy másik dologgal nem fér be. Jó, tehát azt mondom, hogy nem egy, akarom illusztrálni, hogy szeretném, hogy nem egy egyszerű a te küzdelmed, minden esetre végtelen, hogy mondjam, nem mondjam, buddhista türelemmel állsz ezekhez a dolgokhoz, és csak azért is folytatott tovább a munkádat. Legutóbbi ötleted az volt, hadd dicsekedjek vele, kicsit részt vettem benne, hogy a YouTube-on egy csatornát nyitottál, és a Jász meséket például ott már sorozatba fölolvasom. Fölolvasod, és meg lehet nézni, ha valakit érdekelne ez a dolog. Hát én remélem, hogy fölkeltettük az érdeklődést, nem csak a jászság iránt, hanem azért, hogy a napi politikától eltávolodva gondolkodjunk már el azon, hogy kik is vagyunk tulajdonképpen, honnan jöttünk, mit akarunk, miért jó nekünk ott, ahol vagyunk, hogy kerültünk ide, és talán ezzel egy picit adunk a lelki békénknek is, mert ez a cél. Hadd tegyem hozzá azért azt, hogy mi késztetett engem, hogy jelezzem feléd a nyitottságomat, hogy szívesen beszélgetnék erről a kérdésről. Az a legutóbbi itteni stúdió beszélgetés volt, amikor fölmerült komoly problémaként a fiatalok. Igen, Polt Balázzsal, ifjúsági. És én azt gondolom, hogy minden a fejbe indul el. Tehát, hogyha a fejbe tudunk olyan információkat, olyan eszményeket, olyan lehetőségeket fölvillantani, amikkel tudnak azonosulni, amivel egyetértenek, ami lelkesíti őket, akkor kevésbé lesz inger arra, hogy menni jobbra-balra, és boldogulás, és ott majd több lesz a fizetés, ott majd nagyobb beosztásba kerül. És új csalódások várnak bennünket. És a többi. Én azt mondom, hogy Ajka városában nagyon nagy potenciálok vannak. Az biztos, hogy a fiatalság a jövő, hiszen az idős generáció természetszerűleg az elmúlás irányába megy, de én fiatalokat én csak arra tudom biztatni, hogy ahogy Körösi Csoma Sándor mondta, hogy keressetek, kutassatok, és a kereséskutatáshoz ez a távolság, ez bőven elég, nem kell 100 és 1000 kilométereket utazni ahhoz, hogy a boldogságot megtalálják. Köszönöm szépen. Én köszönöm a meghívást.
Műsorunk végéhez érkeztünk. Új adással pénteken este jelentkezünk. Kérem, kövessék figyelemmel Facebook oldalunkat, illetve YouTube csatornánkat, ahol bármikor visszanézhetik adásainkat. További szép estét kívánok Önöknek, viszontlátásra!